Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. június 13-án este 7:30-tól. Fokozottan figyeljünk magunkra és egymásra, életbe lépett a hőségriadó. Több mint 40 beteg gyermeket támogat idén a Képmadár Fesztivál. A teltházas műsorok majd 2 millió forint bevételt hoztak. Beindultak a beruházások Kalocsán. Pénzügyileg stabil a város. Több mint 40 beteg gyermeket tud segíteni az idei Kékmadár Fesztivál. A teltházas műsorok majd 2 millió forint bevételt hoztak az egyesületnek. Mint korábban beszámoltunk róla, az idei Kékmadár Fesztivál programjaira olyan nagy volt az érdeklődés, hogy előadásai teltházasak voltak. A madárházban és a helyszíneken is szépen fogytak a jegyek, a színvonalas műsorok pedig igazán kiváló szórakozást nyújtottak a látogatók számára. Jó bevételünk, de én mindig azon töröm, hogy mit lehet még jobban csinálni, mit lehet még többet, még jobb. De azt hiszem, hogy ez az idei most nagyon ilyen komplett program volt. Tehát nagyon sokfajta műsor volt, nagyon sokfajta igénynek megfelelő, nagyon sokfajta kívánalomnak megfelelő talán, úgy gondolom. Nagyon sokfajta közönségnek megfelelő, különleges színház, különleges koncertek, különleges jazz, szakcsillakatos, különleges zárókoncert a Wolf Kati, az apjával. És lehetne még sorolni a jobbnál jobb programokat. A 27. Kékmadár Fesztiválnak vége, de a főszervező már a 28. rendezvényen gondolkodik. Elmondom, mert aztán, ha nem ez, akkor is vállom a felelősséget. De az talán például majdnem biztos, hogy lesz egy Beethoven Missa Solemnis, ami azért az egyik legnagyobb darabja Beethovennek, és apámnak a kedvence, ugye ezt kötelező megcsinálni. Miskolciak, akik megígérték június 6-ára. A Loizi megígérte nekem, hogy bikini koncert lesz jövőre. Azért azt már ilyen 80%-ra tenném, de azt mondta, hogy, és egyébként holnap találkozok vele, hogy az mindenképpen lesz. Bennem van Miklós Erika, Várjon Dénes, akiket úgy gondolkodok rajta, hogy a Miklós Erikát nem kell talán bemutatni, ahogy sem Várjon Dénes sem. Jazz formáción gondolkodok, meg rockzenén. Így várhatóan ismét nagyot szól majd a következő fesztivál is. Az idei majd 2 millió forint bevételt hozott a Kékmadár Alapítvány számára, mely több mint 40 beteg gyermek gyógyulását tudja segíteni. Beindultak a beruházások Kalocsán, tájékoztatott a polgármester a nemrégiben Miskén tartott járási polgármesterek tanácskozásán. Kalocsa első embere kiemelte, ebben a ciklusban már egy fejlesztést sem tudnak befejezni, de minden megnyert beruházás meg fog valósulni. Beindultak a beruházásaink, most már nem mi fogjuk befejezni, mert a következő önkormányzat befejezi, ez engem abszolút nem zavar. Tehát minden azt a megnyert pályázatot tudjuk produkálni, amit gyakorlatilag elkezdtünk. Ezzel kezdte meg tájékoztatóját dr. Bálint József a járási polgármesterek tanácskozásán. Elmondta, jelenleg 3 nagy projekt zajlik Kalocsán, mely a járása is kihat, az a Malom utcai szociális otthon teljes körű felújítása. Itt ugye sok minden lehelyezést kap, és ez kapcsolódik a bizonyos fokig a járási intézményekhez is, például a családvédelmi központ és a többi. Tehát most olyan épületbe kerülnek, elhelyezésre felújított épületbe, amely a katasztrófavédelmi és a többi előírásoknak megfelel. Ez mellett a laktanyánál is megindultak a mozgolódások. Itt iparterület fejlesztés fog megvalósulni, mely mellett egy inkubátorházat is létrehoznak majd. Erre az önkormányzat 1 milliárd forint támogatást kapott. A közbeszerzés megtörtént, lassan megy, tehát az ipari létesítménynek a dolga, az 2020-ban nyáron fog befejeződni, idén megkezdődik a kiviteli munka is már, megvan a kivitelező is, tehát az a második legnagyobb. A harmadik legnagyobb beruházás pedig a belvíz elvezetésre vonatkozik, itt újabb közbeszerzést kellett kiírniuk, mivel túlárazás történt. A polgármester beszámolt továbbá az új kalocsai óvoda helyzetéről is. Az óvoda pályázatunk közbeszerzés alatt van, hogy sajnos lesz pénzügyi gond, és nem azért, mert balfácának voltunk, hanem egyrészt az építőipari árak, a másik meg, ugye mi eredetileg 150 fős óvodát akartunk, 75-re futott a 400 millió forint, illetve az első kalkuláció szerint, ezért ütemeztük, tehát első ütemet meghirdetjük. Külső segítséget kaptunk az egész teljes összegre, de sikerült megfúrni valakiknek
az összeget majd kellő időben ezt nyilvánosságra fogom hozni. Dr. Bálint József továbbá elmondta, Kalocsa költségvetése stabil. Az önkormányzat az összes pénzügyi hiányt kifizette, így a Menza Kft. Által felhalmozott összegeket is. Életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. A legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés vasárnap éjfélig lesz érvényben. A napokban valószínűleg csak az érzi jól magát, aki a strandon vagy a hűtött szobában van. Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri vagy meghaladja 27 Celsius fokot. Ez történt most is, és még elviselhetőbb is lett volna, ha nem hirtelen tör be a kánikula. Két hete még fűtöttünk, és most 30 fölötti hőmérsékleteket, fokokat mérünk. Tehát maga a gyorsaság is az alkalmazkodást nehezíti, meg önmagában a magas hőmérséklet. Ez különösen a krónikus betegeinket érinti, azok, akik nehezebben tudnak alkalmazkodni. Egy fiatal szervezet erei, azok rugalmasabbak, könnyebben alkalmazkodnak. Egy idősebbé nehezebben. Ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy idősek egyrészt alkalmazkodjanak oly módon is, hogy a ruházatot kellőképpen válasszák meg, hogy könnyen tudjanak hőt leadni, tehát könnyű, szellőző ruhadarabokat viseljenek. Nagyon fontos, hogy folyadékot pótoljanak. A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között lehetőleg senki se tartózkodjon a tűző napon. Lehetőleg a hajnali órákban, reggel, amikor hűvösebb van, szellőztessenek, és utána pedig pihenjenek otthon is, ne tegyenek semmilyen fizikai megterhelő munkát, ami egyébként is ilyen körülmények között fokozott megterhelést jelenthet. Ez igaz a munkát végzőkre is, különösen akik szabadban végzik, tehát ilyenkor ugye harmadfokú riasztás van most érvényben. Különösen oda kell figyelni, hogy az ilyen munkahelyeken a munkaszüneteket tartsák be, ami ilyenkor plusz előírás. Ebben az időszakban többen jönnek a rendelőbe vérnyomás problémával is. Több a panaszos betegünk, a vérnyomások ingadoznak, ilyen nagy melegben sokszor leesnek, akkor a koszorúérbetegek vagy a szív-izomgyengeségben szenvedő betegek sokkal többször fordulnak orvosi segítségre. Fontos odafigyelni, hogy a déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást, és ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Védjük a bőrünket naptejjel, és még néhány percre se hagyjuk a gyermekeket, továbbá házi kisállatokat parkoló autóban. A tartós hőség az egészséges szervezetnek is extrém igénybevételt jelent, és az autózók koncentrációját is negatívan befolyásolhatja. A Bács-Kiskun megyei építészeti kamara kihelyezett elnökségi ülést tartott Kalocsán, ezt követően nyitott kiállításra várták az érdeklődőket. A Bács-Kiskun megyei építészeti kamara kedden délután kihelyezett elnökségi ülést tartott Kalocsán a Városházán, amire környékbeli tagjaikat várták. A tanácskozást követően kiállítást tartottak a Bács-Kiskun megye 2018-as építészeti díjára beérkezett pályaművekből. 10 darab építészterve alapján megvalósult épületet bemutató tablót állítottak ki. Mi úgy gondoltuk, hogy ezt a beérkezett munkákat, amik egyébként nagyon színvonalasak, és azt gondolom, hogy méltán Bács-Kiskun megyének az építészetét úgymond jellemezhetik, tehát mi ezt elvisszük a kihelyezett elnökségi üléseinkre, és ott megmutatjuk a helyi szakmát képviselőknek, illetve városvezetőknek, hogy igenis büszkék vagyunk ezekre a munkákra, és bízunk benne, hogy majd 2 év múlva, 3 év múlva újra megrendezzük, akkor még több anyag fog beérkezni, és akkor is így fogjuk továbbvinni. A 2018-as építészeti díjra több pályamű is beérkezett. A pályázat kiírói kategóriákat nem határoztak meg, a zsűri tagjaira volt bízva, hogy melyik munkákat tartják kiemelkedőnek. A bíráló bizottság 4 pályaművet részesített díjazásban, köztük egy kalocsait is. Elég változatosak a díjazott munkák, tehát van családi ház átalakítás, például Szabó László kalocsai tervező kollégának a munkája, amit díjazott a zsűri, de van benne óvodafelújítás, van benne belső építészeti munka, a Kecskeméten az iparkamarának az épületébe lett egy átalakítva egy előadóterem, és van egy másik családi ház, az meg egy teljesen új családi ház, az is egy kecskeméti munka. A díjazásnál a bíráló bizottságnak fontos szempont volt, hogy sokféle munkákat mutathassanak be, amiket az építészek alkotnak, és a szakma is elismer, és emellett a társadalomnak is érdemes megmutatni.
Én azt gondolom, hogy a díjazott munkák önmagukért beszélnek, és ez, tehát én ki is húzom magam, mert tényleg úgy gondolom, hogy igen, igen, tehát színvonalasak, de a többi munka is, tehát nem csak az a négy díjazott. De ez egy ilyen elhatározás, hogy négy díjat adunk ki egy-egy ilyen pályázati alkalommal, úgyhogy valahol meg kell szabni nyilván a határt. Most volt egy újdonság is ennek a pályázatnak a során, hogy egy üvegtáblát is készítettünk, amire rá van írva, hogy Bács-Kiskun-megye építészeti díja az évszámmal együtt, és ezt azért pontosan, hogy ki lehessen rakni az épületnek a falára, a díjazott épületeknek a falára, hogy aki arra jár, az lássa, és legyen rá büszke az is, aki ott lakik a környékben, az is, aki használja, aki építette, aki a kivitelezője volt, tervezője, tehát ez egy, hogy mondjam, ez egy ilyen közös kincs. A kiállítást megelőzően a kamara helyi és környékbeli tagjainak elnökségi ülést tartottak, ahol a tagsági és belső ügyek kérdései mellett kihirdették az októberi építészeti hónapban tervezett kiállítást, melyre minden tag készíthet tablót az elkészült építészeti terveiből. Hosszú évek óta töretlen a népszerűség az úszótábornak a városban. Idén is több turnusban jelentkezhetnek a gyerekek, óvodásoktól egészen felső tagozatosokig. 10 napos lesz egy-egy tábor. Az első június 16-án kezdődik, aztán július 1-én, 15-én, 29-én és augusztus 12-én a többi. 5 és 12 év között szeretnénk, hogyha lennének a jelentkezők többsége. Van érdeklődő 4 éves, tehát 5 éves kor alatt is. Ha van testvére, vagy tehát nem egyedül van, akkor azt őt is szívesen látjuk. Egy próbanapot megengedünk neki, vagy egyéb ilyen lehetőség is van. Egyfajta vízbiztonságot mindenképpen megszerez a gyerek, és ha ügyes, figyel, pontosan végrehajtja a feladatokat, akár úszni is megtanulhat a táborban. 40 fő a maximum létszám. Van csoport, ahol 30-35-en vannak, ha sok a nagy medencés, és van 10-15 fő a kis medencében, a 10 nap, tehát a 2 hét alatt meg lehet tanulni úszni. Erre számtalan példa is volt. Ha vagyunk 25-en a kis medencében, 30-an, sőt egyszer a Danival kifogtuk, hogy 40-en voltunk a kis medencében, mindenki kis medencés volt. Na hát abból azért nehéz kihozni eredményt. Természetesen nem csak vízben vannak a gyerekek. Trambulin, gokárt, légvár is lesz. A rendőrség segítségével közlekedési ismereteiket is bővíthetik. Többen foglalkoznak egy-egy csoporttal. Minden turnusban van itt 2 oktató. Az egyikünk van a kisvízben, a másik a nagyvízben tartja az oktatást, illetve van velünk egy óvónő mindegyik turnusban, hogy váltják egymást, illetve minden turnusban van velünk most már az idei évben már mindenhol 2-3 is akár fiatalok, korábban itt úsztak nálunk, vagy esetleg most itt úsztak nálunk, gimnazisták középiskolába mennek már, és akkor ilyen közösségi munkák vagy önkéntesként eljönnek segíteni nekünk. Az első turnus már teljesen betelt, a többiben még akad 2-3 szabad hely. Jelentkezni az úszodában lehet. Az idei évben hány legény vagyon a Meszesi gáton jeligével hirdették meg a környezetvédelmi futónapot. A szervezők örömére azonban nem csak legények, hanem leányok is akadtak szép számmal a jelentkezők között. 17. alkalommal rendezték meg a Meszesi gáton a környezetvédelmi futónapot. A korábbi években a Kalocsa Környéki Környezetvédelmi Egyesület a vízügyel közösen szervezte meg ezt a programot, az idei évben azonban új partnert sikerült találniuk az eseményhez. Segítségünkre sietett, illetve beszállt a szervezésbe a Kalocsai Futó Egyesület, a Kalocsai Földön Futók is, és így most közösen velük szerveztük meg ezt a futónapot. 3 kilométeres, illetve 6 kilométeres távokon lehet futni, külön kerül díjazásra nyilván a 2 táv, és külön a férfiak és a nők. Nagyon örülünk neki, nagyon szép számmal gyülekeznek itt már a futók, és rövidesen indulunk is. Az idei rendezvényen is voltak vidéki résztvevők, azonban a hazai versenyzők nagyobb létszámban képviseltették magukat a rajtnál. A cél a mozgás mellett a környezetvédelem népszerűsítése volt. Egy kicsit a környezetvédelemre hívjuk föl a figyelmet ezekkel a rendezvényekkel. Magának a futásnak a környezetvédelemhez nem sok köze van, illetve hát az egészséges életmód mindenképpen. A hölgyek közül a 3 kilométeres és 6 kilométeres távon is Kondorosi Szintia teljesítette elsőként a távot, a férfiaknál pedig Vén Csaba. A legfiatalabb versenyzők a 8 éves Kis Bence, a 11 éves Bogár Bianka és kapitány Viktor, illetve a 12 éves Horváth Emma voltak. Az első 3 helyezett az érmet kap, oklevelet kap, illetve oklevelet mindenki fog kapni, illetve a támogatóink segítségével sikerült megoldanunk azt, hogy mindenki kap egy almát. Sőt, mi több, egy támogatónak köszönhetően szűrt vizet is kaptak a futók.
Természetesen a verseny során a környezetükről sem feledkeztek meg a szervezők, hiszen a nap végén a szemetet is összeszedték a terepen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradóval, holnap is várjuk Önöket. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!